Azt szeretném tőled először kérdezni, hogy hogy kerültél ebbe a filmbe, és hogy előtte volt-e ma valami kapcsolatod a színészettel, meg hogy választottak téged ebbe a filmbe? Jó, gyorsan elmondom, sziasztok, jó estét kívánok, szervusztok. Hogy ha lehetne, akkor egy pontot tennék, egy ilyen piros pontot arra a szereplőre, aki majd én leszek. Egyrészt nem lehet megismerni egyáltalán, másrészt meg ez egy másik ember tényleg. Nem is tudom, hogy 4 éve láttam utoljára a filmet, és az egész egyszerűen döbbenetes, hogy ez egy másik fiú. Na, hogy igen, hát én a Magyar Néphadsereg Művedési Házában működött egy színjátszó csoport, egy amatőr színjátszó csoport gyerekeknek. A fő célja az volt, hogy az akkor éppen Magyarországon meghonosodó drámapedagógiai módszert megpróbálja ténylegesen elindítani. Ennek akkor a Gabnai Kati volt az egyik vezetője, és ennek a csoportnak pedig Szakály Judit. És én ebben a csoportban játszottam, mint gyerek szereplő, és mi csináltunk mindenféle előadásokat, amire ez egyikre eljöttek a Gotári. És akkor ott láttak engem, és behívtak próbafelvételre. És akkor volt 2 vagy 3 próbafelvétel, és aztán így, végül is így kerültem bele. Úgyhogy már volt közöm ilyen értelemben a színházhoz is, meg a filmhez is, mert én már, mint gyermek, 10 évesen már játszottam Családi Kör című, ha még az idősebbek biztos emlékeznek rá, fiatalok nem annyira, de hogy volt egy ilyen tévésorozat, ilyen Ransburg Jenő tartott, ilyen pszichológiai tanácsadásról szólt, hogy a családokban felmerülő problémákat hogyan lehet kezelni, és egy ilyenben, mint gyermek játszottam, ez nem is egyben többen. És hogy neked elég nagy szereped van, tehát te elég sokat ott voltál. Ezt, mikor iskolából elengedtek meg? Ez úgy volt, hogy április elején kezdődött a forgatás, és hát mi kilettünk kérve az iskolában. Uh-huh. Nem jártunk, hát én nekem 30 napon volt. Mondjuk ez is azt mutatja, hogy akkor még volt idő egy magyar játékfilmre. Aztán összesen talán 45 napot forgott a film. Az példátlanul nagy szám. Hát ez az azt jelenti, hogy napi nem tudom hány méter, ami hát ma már az nincs. Uh-huh. 30 nap alatt tulajdonképpen össze is kell vágni ma. Mert akkor 16 éves voltál, és ez olyan fiatalokról szólt, akik akkor voltak 16 évesek, amikor még te nem is éltél. Milyen élmény volt neked ez a karakter, vagy ez a szerep, az egész forgatás, és ez a világ, ami ebben a filmben megjelenik? Nagyon régen volt, és így nagyon nehéz erről beszélni, tehát olyanról beszélni, hogy milyen volt az emlékem akkor arról, hogy az milyen volt, kicsit nehéz, de azért lehet. Nem akarok nagyon költői lenni, de olyan, tudod, olyan, hogy szagokra emlékszem például. Ami nagyon meglepő és furcsa, de azt soha nem felejtem el, annak az olajfüstnek a szagát, amivel a Péterék befújták ezeket az iskolai jeleneteket, meg tulajdonképpen mindent. És ez a furcsa olajfűst, ami akkor még ilyen nagyon kezdetleges módon működött, hogy annak a szag az kitörölhetetlen. És valahogy minden kockáját, amikor látom a filmnek, ez a szag azonnal beugrik és beüt. Vagy az a furcsa hintőpor, amivel ott felszórták, majd látjátok a filmben, az iskola folyosót, hogy olyan legyen, mintha vastagon állna a por. És ez hintőpor tulajdonképpen. Hogy annak is az illata. Tehát, hogy ezek maradtak meg nagyon, és ebből adódik, hogy tulajdonképpen az emlékeim nagyon élesek. A jóformán minden napjára emlékszem a forgatásnak. Éppen ezért én valahogy úgy emlékszem az egészre, minthogyha én éltem volna 1962-ben. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni. Én nekem teljesen olyan a mai napig, mintha én akkor éltem volna, amikor ez a film játszódik. Uh-huh. Mert annyira élesen és erősen, egyébként a Gotthard precizitására, és hát ebből a szempontból példátlan, hogy minden részletre olyan odafigyelő ember, hogy olyan környezetet teremtett ennek az egész dolognak, hogy nem tudtál olyan helyre nyúlni, hogy ott ne az lett volna, ami 1962-ben volt egy lakásban, egy iskolában, tehát mindegy, hogy hol voltál, éppen egy kocsmában, az pontosan olyan volt. Az pontosan olyan volt.
És azt, mivel folyton erről volt szó, egész nap erről beszélgettünk, és egész nap próbálta a Péter minden pillanatát olyanná tenni nekünk, hogy ami az ő emlékeiből fakad, ezért mondom azt, hogy én nekem ez olyan, mint hogyha én éltem volna akkor. És a hát nagyon nagy színészek is szerepelnek benne, sajnos közülük sokan már meghaltak, többek között Ronyec Mária, Őze Lajos, Rajhon Ádám él még, de főleg a Ronyeccel, az Őzével és a Rajhonával voltak neked azért komoly jeleneteid, hogy ővelük hogy tudtál együtt működni? Hát a Ronyec egy csodálatos ember volt, ő az első pillanattól kezdve jóformán barátként kezelt. Az Őzével pedig volt egy nagyon sajátságos viszony alakult ki. Valamiért engem nagyon megszeretett. És olyannyira megszeretett, hogy azt talán nem titok, hogy a Lajos nem mindig volt munkakész állapotban. És ennek az volt az oka, hogy ahogy megérkezett, gyorsan mindent el is követett annak érdekében, hogy ne legyen munkakész állapotban. De valamiért, ami viszonyunk olyan lett, hogy én egyszer teljesen pofátlanul megkértem, hogy Lajos bácsi, ne tessék már. És mondta, hogy jó, így jó, akkor igazad van. És akkor úgy hirtelen nem is. Érezte, hogy gyerekszereplők vannak, meg főleg itt az a fiú, ez nem kell akkor. És ebből az lett, hogy Pécsen, épp ezen az ominózus estén, amikor volt a Megáll az idő bemutatója, és a Nádor szállóban volt a fogadás, akkor még volt Nádor szálló, egy hatalmas márványterem volt az a étterem rész, és hogy volt egy nagy pultja, és előttem állt a sorban az Őze, és valamiért úgy éreztem, hogy én most meg fogom hívni az Őzét egy unikumra. Nem kevertre. És mondtam a... Nem, mert unikumot szeret a Lajos. És mondtam a kiszolgálónőnek, hogy én szeretnék kérni két unikumot, egyet a... És elkezdett üvölteni. Azt hittem, hogy megnyílik alattam a föl. Elkezdett üvöltem, hogy engem egy takonypóc, ne hívjon meg alkoholra. És akkor éreztem, hogy itt valamit elrontottam. Majd odafordult, és azt mondta, hogy kérek szépen két unikumot, egyet nekem, egyet ennek a takonypócnak. Mondta, mondjuk 17 éves voltam, szóval annyira nem voltam azért gyerek, de emlékszem, hogy ezt őt nagyon érzékenyen érintette. De nagyon szerette ezt a filmet, én azt tudom. Szerette csinálni is. Igen. Te előtte, a film előtt már gondolkoztál azon, hogy ezt a pályát választod, vagy ez a film, ez milyen, mennyire befolyásolta a döntésedet? Megerősített benne nagyon, de én már én ennek készültem. Uh-huh. Te már előtte is. Én ez akartam lenni. Egy kicsit volt ilyen operatőri próbálkozásom. Ott ugye fényképezek nagyon erősen azóta is. Aztán ez lett a szakmám is tulajdonképpen, hogy fényképész így közben. De akkor felvételiztem egyszer az operatőr szakra, és akkor, ahogy így mentem át a rostákon, operatőr szakon, mentem át színész szakon is. És akkor sokadjára, akkor hirtelen fölvettek színésznek. Így nem lettem marha jó operatőr. Lettem színész lettem. Azt nem mondtam, bocsánat, ne haragudj, de Zamenák István színész lett, és elsősorban színházban nagyon-nagyon fontos szerepeket játszik, illetve 20 évig Kaposváron volt, aztán a Nemzetibe, aztán most az Örkénybe, de filmekben is szerepel, de ő igazából színházban rendezi, sőt azt láttam, hogy díszletet is csinálsz. Az hogy került az a díszletet? Hát nyilván a vizuális probléma, ami valahogy bele van rakva az agyamba, de hát mert engem úgy érdekel a színház, hogy egybe mindennel együtt. Uh-huh. Tehát lámpától a szögig minden érdekel, és akkor így mindig. Aztán rájöttem arra, hogy ha nem túl bonyolult egy díszlet, mondjuk nem egy operett, hanem valami egyszerűbb ügyet kell csinálni, egyszerűbb, ha én azt megcsinálom, mert akkor nincs az egyeztetgetés, meg a sértődés, hogy ez tetszik, nem tetszik, akkor azt meg van csinálva. Uh-huh. És akkor az olyan lesz, amit én szeretnék. Gotárral azt hiszem, hogy a kapcsolatod megmaradt azóta is. Nagyon jó barátok vagyunk. És nagyon sok darabjába szerepelsz, meg filmjeibe is. Igen, ez egy nagyon, nagyon szép viszony a miénk.
Na, azt, arról mesélj meg esetleg, hogy ugye ez egy hatalmas siker volt. Te ezt hogy élted meg akkor azért, mint fiatal gyerek? Mert hogy még külföldre is eljutottál többször a filmmel. Tehát milyen volt neked ez az élmény? Bármennyire furcsa, ez ma kevesen szokták elhinni a fiatalok közül főleg, de hát mi világhírjak lettünk egy pillanat alatt. Tényleg. Tehát ahogy elment a film Karlovy Vary-ba, Cannes-ba, Chicagóba nyert, nem tudom, tehát hogy így ment a film, mi világhírűek lettünk. És nem is tudom, ugye Jack Nicholson mondta egyszer, amikor filmrendezőnek tanult már ilyen posztgraduálisan, hogy ezen a filmen tanítottak nekik mindenféle ilyen dolgokat, és az a jelenet, amikor az őzével vagyunk ott a kocsmapultnál is. Ő mondta, hogy ezt a jelenetet vagy 100-szor végignézte. Annyira szerette az egészet, ahogy van filmnek. Úgyhogy ennyire lettünk világhírűek. Hát nagyon-nagyon jó volt. Hát meg hát igen, hát sztárok voltunk mi itthon Magyarországon akkor. Azért ez egy kultuszfilm lett tulajdonképpen. Hát igen, ez egyszerre művészfilm, egyszerre közönségfilm, egyszerre kultuszfilm, több nemzedéknek a kultuszfilmje. Igen, és ugyanakkor... nem úgy sztárok, bocsánat, tényleg, nem úgy sztárok, mint ma. Ez egy teljesen másik dolog volt. Igen, ha erről esetleg beszélnél, hát mert... Hát nem tudok, ez mindenki, aki még hozzácsapódik ahhoz a világhoz egy kicsit, hogy nem így lett sztár az ember. Hát először is mindenki járt moziba, tényleg az egész ország járt moziba, és az egész ország jó formán látta ezt a filmet. Tehát más volt, tehát más, hogy én már egy év múlva máshogy mentem a villamoson a gimnáziumban. Tehát ez nem úgy volt, az ember már úgy szállt föl arra a villamoson, tudta mindenki, hogy ki vagy. És az iskolában, és az... amikor visszamentél, akkor jót fogadtak, vagy irigykedtek? Hát személyiségfüggő, nem mindegy, hogy az ember hogyan viselkedi le. Uh-huh. Az elején elég rosszul viselkedtem le, ez kétségtelen. Még kicsit fejedbe szállt a dicsőség? Hát igen. Ez így van, hát ezen nagyon nehéz lett volna nem. Tehát most mondhatnám azt, hogy rohadt jó fej voltam, de ez nem lenne igaz, egyáltalán nem voltam olyan nagyon jó fej. Aztán később így ezzel szembesültem magamtól, hála Istennek. Hát hogy a barátaim miért nem szeretnek már velem együtt. Meg ez nem lehetett neked viszonyítási pont aztán a későbbi pályádon se, mert hogy egészen, tehát egy színházi pálya az egész más, mint egy ilyen filmes, nem? Tehát mennyire volt ez neked? Nem vált el ennyire külön, hiszen minden akkor valamire való magyar színész forgatta a filmeket. Uh-huh. Tehát azok az emberek, akiket az ember a színházban látott, azok forgatták a filmeket. Ez is volt a neve az újságnak, Film, Színház, Muzsika. Tehát ez egybe volt. Az ember nem úgy akart színész lenni, hogy most filmszínész lesz, vagy színházi színész lesz. A színésznek lenni az nagyon, nagyon komoly, nagyon komoly értelmiségi munkának számított. Uh-huh. Nem úgy, mint ma. Uh-huh. Meg hát, hogyha már hülyék vagyunk, mind a seg. Ez így van. De készülnek veled, hát ugye a tévében most mondtad, én sem láttam, a rövid filmeket láttam, akkor a mozifilmeket, de ami a tévében készül, most mondtad, hogy mostanában is készült tavaly egy film, amit mondjuk szerintem nagyon kevesen láttak. Hát igen, az egy tévéfilm, amit a Miklaúzics Bence csinált. A Hőskeresők az a címe. Igen, hát ezek... Most kétszer lemegy a Magyar Televízió egyes csatornáján a este 11 órási műsorsávban. Hát... Nem hiszem, hogy olyan túl sokan látták. Tehát a saját feleségem elaludt rajta. Aztán azt mondta, későn van. Hát ne arra, hogy én dolgozom, mondta. És elaludt rajta. Igen, mert régebben még néha televíziós filmeket is lehetett moziba látni. Mondjuk a Gotárnak a tévében készült, még a Megáll az idő előtti filmjeit, azt vetítették néha moziba is. Igen. Na mindegy. Szóval azt szeretném még végül kérdezni tőled, hogy
mennyire érzed úgy, hogy ez a film szól a mai fiatalokhoz is? Tehát van-e a környezetedben olyan fiatal, aki... Mert hogy minthogyha azóta azért nagyon sok minden megváltozott, mert hogy mi többféle nemzedék vagyunk, de azt hiszem, hogy a mi élményeink azok mégiscsak egy csomó ponton közösek. De hogy ez ma már történelmi film. Igen. Hát persze 81 és 1962 között, ugye amikor forgott a film és amikor játszódik, olyan-nagyon sok minden nem történt ebben az országban változás. Azóta meg mondjuk, tehát hogy mondjam, hetente történik változás, de ha máshogy nem, hát 4 évente biztos. Vagy nem, de ez egy másik kérdés. Hogy ez csak azt akarom mondani, hogy én nem tudom, annyira szeretném, ha tudnám, hogy ez a mai fiatalokhoz hogy szól. Ez azt jelenteni ugyanis, hogy közéjük tartozom még mindig. De ez már nem így van 50 évesen, ez már nem így van. Én nagyon remélem, hogy nyilvánvalóan teljesen más dolgok a hangsúlyosak, és teljesen máshová helyeződik majd az ő figyelmünk, ha nézik a filmet. Mindenki még az is borzalmasan fontos volt, hogy mondjuk rock and roll zene van a filmben. Hogy ez milyen marha jó. Mert én például jobban szerettem, mint a blues-t, amit mindenki szeretett 81-ben. Neki Hobo Blues Band lázban égett, akkor kezdett, és akkor... Ugye én a rock and roll-t valamilyen jobban bírtam, az Elvis Presley-eket. De ezek fontosak voltak, tehát most tényleg ez egyáltalán nem... Az fontos volt, hogy van egy magyar film, ami erre bizony épít, és nagyon komoly szerepet játszik benne ez a dolog. És te ismerted ezeket az Elvis Presley? Persze, akkor... mindenki ismerte, persze, csak nem volt ez, de, tehát hogy mondjam, az, hogy egy film erre épüljön, hát az szuper volt. Na jó, hát igen, tehát ezek, meg hát természetesen az, hogy lehet olyan dolgokról beszélni, amiről nem is gondoltuk akkor 81-ben, meg hát az ember 16 éves volt, én annyira nem foglalkoztam így politikailag ezekkel a dolgokkal, de azért az feltűnő volt, hogy 56-os dokumentumfilm részletek, olyan film részletek, amit addig nem is lehetett látni. Azt se tudta az ország, hogy azok a filmek megvannak, hogy azok léteznek. Azt, hogy a Péterék azt tényleg bele gyömöszkölték. Az előbb meséltél nekem. Igen, húzavona után. Szóval ezek fontos dolgok voltak, ezek mellett mi sem mentünk el, tehát ezek nagyon, itt-ott néha még hősnek is éreztük magunkat, hogy mi ebben részt vettünk. És az iskolai atmoszféra, mondjuk, ami a filmben van, és mondjuk a te iskolában, volt valami, amit ráismertetek mégis ott az az osztály, aki ugye ebbe a filmbe szerepel? Vagy... Ide hallgass, azok a tanárok, akik mondjuk a filmben meg vannak nevezve, azok akkor még aktív tanárok voltak, amikor én iskolába jártam. Most nem név szerint, de hát tudod, hát azok most eltelt 20 év, hát... Most mit, voltak 50 évesek, vagy nem tudom hány évesek, tanítottak minket, azok, akikről szólt a film. Nem változott semmi, tehát az ugyanaz volt. Az ugyanaz volt. És a többi gyerekkel, akik, olyan, mint a fiatallal, akik ott az osztálytársak voltak, hogy sikerült ezt a közösséget? Ti egymás között is, vagy ezt is a Péter hozott titeket össze? Mert azért ez egy nagyon... Hát ami a nagy osztály, tehát talán a filmben, ami a nagy osztály, ott azok a napokon találkoztunk mi tulajdonképpen, meg előtte egy kicsit, de az nem volt ilyen értelemben közösség. A másik fele, a főszereplő, tehát a gyerek szereplője a filmnek, ott volt egy érdekes dolog, ott a Péterék béreltek egy lakást a Mártirok útján, szerintem műveleti lakás volt, de ez most mindegy, hogy, és akkor ebben a lakásban próbáltuk a filmet. És akkor minden nap ott tulajdonképpen egész napos programban mi ott voltunk, ott is ebédeltünk együtt, és együtt próbáltunk a filmre a jeleneteket, amiket majd aztán pár héttel később az igazi forgatáson föl is vettek. De itt ezen a helyszínen egy videó magnóval, az nagyon nagy, 81-ben egy elektronikus rögzítő eszköz, amin azonnal vissza is tudtad magad nézni, az én nem is láttam olyat soha életemben addig. Fekete-fehér volt persze, de hát csodálatos volt. Mi ott ültünk, és akkor próbáltuk a jeleneteket, és visszanéztük, és a Péter elemezte, és mondta, hogy mit igen, mit ne. És így mentünk neki aztán az egész filmnek.
Tudom, hogy hívta az Asher Tamást. Ilyen piciségek, de ezek jó emlékezni. Hogy jött az Asher Tamás nevű ember, akinek semmi más dolga nem volt, mi ültünk ketten egy széken, és az Asher tulajdonképpen a mi belső monológunkat mondta a fülünkbe. De mi nem szólalhattunk meg, hanem mindennek látszódnia kellett az arcunkon. És ilyen tréningeket csináltunk a forgatásra. És de ott csak a főszereplő, gondolom a Power Henrik, a Sőcsanyi. Hát a Henrik, a Sanyi, az Iván Anikó, a Péterék, tehát a Vilma, meg ezek. Igen, a főszereplő. Igen, és a Rajhonával milyen volt a kapcsolatotok? Jó. Jó? Ez hát a jó pofa pali volt, úgyhogy ezzel nem egészen. Tényleg, kikkel dolgoztál később azok közül, akik ebbe a filmbe felnőtt színészek voltak? Hát képzeld el, hogy én mire elvégeztem a főiskolát, tehát mire dolgozhattam volna, addigra tulajdonképpen mindenki meghalt a formán. A Rajona elszerződött a Víg Színház, illetve a Katona József Színházban, de meghalt a Ronyác, meghalt az Őze, meghalt a Kakasi Ági. Mindenki meghalt. Még esetleg az operatőri, mert hogy ott azért a Koltai és Utyi ottan elég fura dolgokat csinált, gondolom én, amit ti, tehát olyan erőteljes atmoszféra jó ez a film, hogy ti ebből mit érzékeltetek, hogy mindenféle sötétben, meg aludóvilágítva, meg... Nem, nyilván teljesen más látszik a nyersanyagom, mint egy bevilágított konyhában. Tehát ez mindig így van. Én sose éreztem, hogy sötétben vagyunk. Amikor láttam, akkor láttam, hogy nem mindig vagyunk világosban. De hát szerintem így fényképes szemmel egész egyszerűen csodálatos. Amit a Koltai csinált. Csodálatos. Azóta is egyébként, de ez különösen. Na, szóval akkor ez a film számodra egy fontos állomás volt az életedben, összefoglalóan. Nem is tudom, hogy mondjam ezt. Ha semmi más nem csináltam volna eddig életemben, már akkor is nagyon, nagyon boldog lennék, hogy ezt egyáltalán csinálhattam.